Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és egy elég érdekes témát hoztam el nektek, ugyanis igyekeztem az Asus jóvoltából összeszedni az Asusos billentyűzetek, mechanikus billentyűzetek nagyját. Nem tudom pontosan, hogy hány darab billentyűzetük van, de a nagy része egyébként azoknak a mechanikus billentyűzeteknek itt van, amiket szerettem volna bemutatni. Vannak benne újabbak, vannak benne ismertebbek talán, vannak benne kevésbé ismertek, úgyhogy ezeket fogjuk megnézni, és gyakorlatilag egy kicsit elmerülünk a billentyűzetek világába. Na nem is húznám akkor a szót, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyen billentyűzetek, illetve milyen billentyűzet fajták vannak, amiket mondjuk az átlag felhasználó használ. Alapvetően három fajta van, én most nem beszélgetnék a laptop billentyűzetekről, az egy teljesen másik téma, úgyhogy maradjunk a másik kettőnél. Az egyik ugye a gumimembrános vagy gumidómos billentyűzet, a másik pedig a mechanikus billentyűzet. A gumimembrános, gumidómos billentyűzetnek a működése az tulajdonképpen nagyon egyszerű. Gomb mögött található egy gumimembrán, amit, hogyha lenyomod a gombot, akkor ez a gumimembrán ez átszakad, vagy nem is tudom, így átpattan, és ezek után kapja a jelet a nyáklap, szépen küldi el a számítógépnek. Na most itt, ez tök jó egyébként, halkabbak, tehát hogy ha már itt vagyunk a versenyzésnél, hogy akkor pró vagy kontra, nyilvánvalóan ezek a billentyűzetek valamivel halkabbak egyébként, egy bizonyos pontig, mert hogyha azt is lenyomod, akkor ugye a gumimembrán valahogy nem állítja meg, és ugye a billentyűzetnek a műanyag lapjára csattan, tehát az is tud azért elég hangos lenni, de alapvetően halkabbak, mint a mechanikus billentyűzetek, viszont a hátránya az az, hogy nem tudsz egyszerre sok gombot lenyomni. Tehát biztos észrevetitek már azt, amikor például idegesek vagytok, és mondjuk egy gumimembrános billentyűzeted van, elkezded, nem tudom, idióta módon csatogtatni a billentyűzetet, és különböző gombokat nyomsz le mondjuk egymás után, egy másodperc alatt. Na most ebből, amit egy másodpercet lenyomtál gombot, ennek a felét nem fogja érzékelni, nyilvánvalóan az első talán egy-kettőt még érzékeli, de utána gyakorlatilag megszűnik létezni, és már csak mondjuk a következő etapban levő gombokat fogja lenyomni. Nyilvánvalóan ezt azért akkor veszitek észre, amikor egyszer akartok mondjuk lenyomni 5 gombot vagy 10 gombot, hogy abból az 5-10 gombból, amit ti lenyomtatok, abból mondjuk 3-at fog csak érzékelni, a többi meg hát nem tudom, elment borér. Na most a másik ilyen billentyűzet, ugye a mechanikus billentyűzet, amit már említettem, gyakorlatilag ez úgy épül fel, hogy a gomb, minden egyes gombnál van egy mechanika, ami mechanikát, hogyha lenyomsz, ugye különböző switchei vannak, ezért különböző tulajdonságai is vannak az adott billentyűzeteknek, de erről majd egy kicsivel később fogunk beszélni. Szóval a lényeg az, hogy amikor lenyomod a gombot a mechanikus billentyűzeteknél, akkor a mechanika átkattan, és amikor átkattant, ugye lenyomtuk a nyáklapnál, a nyáklap pedig küldi a számítógépnek a jelet. Viszont, ami talán egy kicsit különbözővé teszi a gumimembrános billentyűzetekre, az pedig az, hogy itt nyomasz le akár több gombot. Ugye láthatunk egy csomó billentyűzet dobozt, nem tudom most ezen van-e, most ezen mondjuk pont nincsen, hogy oda van írva, hogy nem tudom én, ez mondjuk 80 darab billentyűzet lenyomás képes feldolgozni egyszerre. Szóval a mechanikus billentyűzeteknél, hogyha többnyire, ha lenyomsz nagyon-nagyon sok gombot, tehát mondjuk 10 ujjad van, nyilván mondjuk akkor 10 gombot tudsz egyszerre lenyomni, ha nem használod mondjuk a nyelvedet, és nem kezded el nyomkodni. Szóval a lényeg az, hogyha lenyomsz mondjuk 10 gombot, azt a 10 gombot abban a pillanatban érzékel, és végre is hajtja egyébként a billentyűzet, és küldi el a számítógépnek. Tehát itt nincs az, hogy elkezded nyomogatni a gombokat, és nem minden akciót fog végrehajtani. Itt, amit te lenyomtál gombot, és szabályosan lenyomtál gombot, az át fogja küldeni a jelet a számítógép felé. Ami igazából ti hátránynak szoktatok mondani, én nem hátránynak fogalmaznám, hanem hát nehezítésnek, talán ha lehet így mondani, az az árkérdés. Ugye alapvetően nem tudom, hogy észrevettétek-e másod, biztos, hogy észrevettétek-e, amikor kinyitjátok mondjuk a pénztárcátokat, hogy a mechanikus billentyűzetek azért jóval drágábbak, mint a, akár a gumimembrános vagy másfajta billentyűzet, hiszen ezekben külön mechanika van, nyilvánvalóan ez valamivel drágább, viszont nyilvánvalóan amiért te fizetsz többet, azért jóval többet is kapsz. Tehát egyrésztről brutál tartósak a mechanikus billentyűzetek, sokkal, de sokkal tovább tartanak egyébként, mint a, akár a gumimembrános billentyűzetek, illetve rengeteg plusz tulajdonsága van. Tehát most ránézek el a billentyűzetre, rögtön ez az első, ami itt van, ez egy Rockstrix Scope billentyűzet, így néz ki, nem, remélem, hogy valamennyire jól fog látszani, majd meg fogom mutatni nektek egyébként mindegyiket egyesével, legalábbis igyekszem. Szóval ezen például azon kívül, hogy ez egyébként egy piros switches billentyűzet, amiről már fogok egyébként beszélni, hogy milyen switchek vannak, és milyen, azoknak a switcheknek milyen tulajdonságai pro-kontra.
Például az Aura Sync, ami számomra egy tök jó dolog. Ugye észrevettétek már, hogy a mechanikus billentyűzetek többsége, sőt most már gyakorlatilag szinte az összes világi csiri-csári módon. Ez egyébként baromi jól néz ki. Nyilvánvalóan azért, hogyha legyünk őszinték, nem a billentyűzetet nézed, hanem mondjuk a számítógépednek a monitorját, de attól függetlenül nagyon baró és nagyon jól néz neki. Ezeket egyébként össze is lehet hangolni, tehát az Asusnak a billentyűzetei például mind szinte, legalábbis a többség most, ahogy ránézek, egy csomó, ez mondjuk pont nem. Ez mondjuk igen. Na minden végignézzük majd, tehát aura színkesek, ami azt jelenti, hogy a színét össze tudod hangolni. Egy csapatban játszatok, mindenkinek ugyanolyan billentyűzete van, egyszerre fog tudni gyakorlatilag az összes billentyűzetednek a színe változni. Tehát össze tudod hangolni például, hogy a Sanyinak, a Petinek, a Jóskának, meg a Gyurikának is ugyanakkor változzon például a színvilág a billentyűzeten. Egyébként nagyon baron tud kinézni, tehát különböző bárokban lehet ezt látni, hogy például ha megnézitek, akkor láttam már őtől össze van hangolva, nagyon-nagyon jól néz ki. A másik egyébként maga az anyaghasználat, ami azért a mechanikus billentyűzeteknél kicsivel komolyabb, itt már ugye előjönnek a fémházas dolgok, az erősített műanyagok, a különböző gumírozott témák, úgyhogy minőségben mindenféleképpen azt ajánlom, hogy ha tehetitek, akkor mindenféleképpen mechanikus billentyűzeteket vegyetek, jó? Na, első körben ennyit szerettem volna mondani, térjünk át akkor, hogy milyen switchek vannak, illetve a switcheknek a tulajdonságaira. Négy fajta switchet különböztetünk meg egymástól, ugye vannak kék switches billentyűzetek, piros switches billentyűzetek, ami egyébként most az Asusos billentyűzetek többsége egyébként piros lesz, van barna, illetve van fekete switches billentyűzet. Na most menjünk akkor sorba. A kék switches billentyűzeteket egyébként a leggyorsabb megoldásnak szokták mondani, ugyanis ezek általánosságban sokkal inkább támogatják mondjuk a gépírást. Tehát itt, mivel nagyon erős kattanások vannak, ezért mondjuk sokkal jobb a visszajelzés a billentyűzettől arra vonatkozóan, hogy most az adott gombot lenyomtam, vagy nem nyomtam le. Ezt mondjuk a vakon vagy gyorsírók tudják nagyon jól használni, ugyanis instant interakció van a billentyűzet és az ujjad között, tehát abszolút érzed, hogy ezt az adott gombot lenyomod. Nyilván mondhatják most a többiek, hogy persze mindegyiket érzem, hogy lenyomom. Ennél a kéknél egyébként még hallod is, ráadásul elég durván, ahogy említettem. Nyilván, hogyha neked kék switches billentyűzeted van, akkor nem kell megijedni, hogy úristen, te egy gyorsíró billentyűzetet vettél egy gamer helyett. Nem, ez nem így van, abszolút vannak nagyon jó gamer billentyűzetek kék switchel. Általánosságban ha egy kicsit be akarunk durvulni, és mondjuk nagyon fontos a gyorsírás, akkor ezt ajánlom, de abszolút jó játékra is. A piros switches billentyűzetnél egy kicsivel könnyebb a lenyomása, az egy 45 g lenyomás szükséges ahhoz, hogy te le tud nyomni az adott gombot a billentyűzetre, és elküldjed a jelet. Itt nincsen kattanás, csak akkor, amikor teljesen lenyomjuk. Ha nagyon-nagyon gyengén nyomod le például a piros switches billentyűzetet, akkor szinte nem is hallod. Viszont nem kell teljesen lenyomnod. Ha teljesen lenyomod, akkor van egy kattanás, ugye amikor ütközik egy kicsit a mechanika, akkor kattan egyet, viszont a piros switchek már jóval-jóval halkabbak, mint mondjuk a kékek. Itt sem kell teljesen lenyomni ugye a gombot, amit már mondtam, lehet hangosan és halkan is használni, hiszen nincs kattanás, és le se kell nyomni teljesen, ugye. Nyilván, ha püfölött hangos lesz, de meg lehet fel tanulni, hogy csak kb. Félig nyomod le a gombokat, és akkor gyakorlatilag szinte hangtalan lesz. Én ezt egyébként nem tudom megtenni, mert én mindig püfölöm valamiért a billentyűzetet, egyébként nekem piros billentyűzetem, vagy piros switches billentyűzetem van, de az egy megint más kérdés. A barna switches billentyűzetek szintén 45 g lenyomási energia vagy erő kell ahhoz, hogy ezeket le tud nyomni. Itt hallunk egy kattanást, de a pöcök kisebb, ezáltal a hang is sokkal halkabb. Én azt mondom, hogy ha valaki nagyon a hangra megy, és nagyon az a fontos neki, hogy egy halk billentyűzetet vegyen, akkor a barna switches billentyűzetek azok, amik a lehető leghalkabbak. Idézőjelbe téve a leghalkabbakat, mert azért valljuk őszintén, de hogy a mechanikus billentyűzetek annak többsége abszolút nem halk, de a barna switches billentyűzetek azok, amik ezek a switchek közül a leghalkabb billentyűzetek. Tehát van nekünk egy visszajelzésünk, hogy lenyomtuk, és halkabb lett, nem kell teljesen lenyomni a gombot ahhoz, hogy érzékelje és küldjön egy jelet, itt sem egyébként. A fekete, ezek a legrégebbi switches fajták, ide 60 g lenyomás kell egyébként, tehát egy kicsivel több, mint az eddigiekhez. Nehéz megszokni az elején, ez tényleg, én használtam már fekete switches billentyűzetet, és tényleg nehezebb lenyomni egyébként, és hosszabb ide után akár fárasztó is lehet egy gépelés, viszont amikor már hozzászoktál ehhez, hogy egy kicsivel nehezebb lenyomni ezeket a gombokat, akkor
akkor viszont baromi kényelmes tud lenni, tehát tényleg nagyon-nagyon jó, én szeretem. Na, úgyhogy akkor ennyit a switchekről, mindenki döntse el magának, írjátok le kommentbe, hogy mik azok a billentyűzetes switches fajták, amiket ti szerettek, vagy használtok, és mik azok, amiket mondjuk preferáltok, és álmaitok, vágyaitok. Na hát elég sok képet láthatatok most itt a különböző billentyűzetekről. Én most fogtam, és az egészet kipakoltam egy asztalra, úgyhogy most itt van előttem gyakorlatilag az összes billentyűzet. Van ugye, ahogy láthatátok már, egy TUF Gaming-es K5-ös, egy K7-es, egy Cerberus, egy ROG Strix Scope, ugye? Van nálam egy ROG-os Claymore, illetve egy Leshack, egy ROG Strix Flare Pinky kivitel. Na, ezek vannak itt az asztalon, és egy pár szót szeretnék mindegyikről szólni, mert mindegyikről érdemes valamit mondani, jó? Az első, ami nekem egyébként, remélem, hogy látszódok, és minden látszani fog, szóval az első, ez a flare téma, amit itt már láthatotok is, ez gyakorlatilag egy rózsaszínes, szürkés billentyűzet, ami egyébként az Asusnál most egy teljesen újdonság, ugyanis szeretne mindenből rózsaszínt is csinálni, ezek külön ágazat lesz, ha lehet így mondani, vagy külön fajta, inkább így mondanám. Lehet kapni egyébként, ahogy láthatok már, a fülesből, lehet kapni billentyűzetből, egérből, szóval mindenből lesz rózsaszín, ami szerintem egyébként elég vad, külföldön nagyon durván megy, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy itt Magyarországon mennyire fogjátok szeretni. Szerintem egyébként ez egy baromi jó billentyűzet, én ennek a Call of Duty-s kivitelét használom ennek a billentyűzetnek, szerintem baromi jó, baromi megbízható, én szeretem az anyag használatát, illetve nagyon-nagyon szépen tud világítani. Valamint ami pozitívum, nem, az enyém egy kicsivel másabb, ugyanis itt van ugye USB port is, ami gyakorlatilag egy bemenetként szolgál, valamint ami nagyon-nagyon fontos, hogy két USB-ről működik, és nagyon durván vastag kábele van. Szóval összességében szerintem ez a billentyűzet jó, tök jó itt a multimédiás része is, van ugye egy ilyen kis hangerőszabályozód itt oldalt, valamint, ami még ilyen kis feature-szerűség, hogy fogjátok és ki tudjátok venni ezt a kis plexit, vissza tudjátok tenni, és ez is ugye frankon világít. Most, hogy végeztünk a flare-rel, térjünk át a scope-ra, tényleg csak pár mondatban, nyilván azon kívül egyébként skácok, hogy mindegyik piros switches, illetve a világításáról sem fog túlságosan sokat mondani, mert mindegyik gyakorlatilag állítható világítóságú, a többség az külön gombonként meg tud állítani, vagy tud állítani azt, hogy milyen színű legyen. Mondjuk, ha jól tudom, akkor a gombmembránosoknál talán nem, de azt meg külön fogom mondani, jó? Na, hogy mindegyikről egy-egy dolgot mondjak, erről mondjuk pont kettőt fogok mondani, mert szerintem ez egy barom jó kis bilkó. Az egyik az, hogy sokkal kisebb, mint a flare, és hát sokkal nem, de ilyen összenyomottabb, tehát kisebb helyen elfér. Én ezeket a billentyűzeteket szeretem, megmondom őszintén. Nem szeretem azokat az ilyen batár, például nézd meg ezt, tehát most kicsit előre megyünk. TUF Gaming billentyűzet, ami egyébként szintén egy barom jó billentyűzet, de nekem valahogy a csukló és a kéz támaszom az nem feltétlenül kényelmes. Nagyon sokan meg pont ezt szeretik. Nyilván emberek válogatják. Én ezeket a tömör billentyűzeteket szeretem, ami egyébként barom jó dolog, és nem értem, hogy a billentyűzetek többségénél miért nincs, az pedig a kábel elvezetés. Tehát tényleg egy abszolút alap dologról beszélünk, és mégis nagyon sok billentyűzetnél hiányzik. Én nagyon imádom, nem mindig szeretem azt, hogyha így van. Nekem egyébként az asztalomon is oldalt mennek a kábelek, ezért ez például, ez baromi jó. Fogom, berakom ide a kábelt szépen, és oldalt megy ki. Amit még el kellene róla gyorsan mondani, az anyaghasználata baromi jó. Műanyagról beszélünk még mindig, mint ahogy gyakorlatilag szerintem az összesnél, talán kivéve egyet, ahogy így elnézem. Viszont ez már egy nagyon durván prémium szerelés, és eléggé masszív történetnek tűnik a dolog, úgyhogy ezt mindenféleképpen ajánlom. Harmadik és személyes kedvencem az a ROG Claymore, majd meg fogom mutatni, hogy miért, ugyanis amit már mondtam, én nagyon-nagyon szeretem a kis billentyűzeteket, és ez tényleg pici. Tehát ez, gyerekek, na most így, hát nem tudom, mihez képes mutassam, mondjuk ehhez képest, brutál. Brutál, nagyon jó, nagyon imádom, és ami egyébként a legkirályabb dolog, csak hogy tényleg erről is csak egyetlen egy szót mondjak, erre mondjuk pont kettőt fogok, az egyik az, hogy még ez is műanyag, de ez is már ilyen fémes beütésű, baromi strapabíró, és ami nagyon-nagyon érdekes, most ez gyorsan ilyen rögtönzött mozdulatokkal fogom leszedni, hogy oldalt egyébként a videóban már láthattátok, hogy van egy olyan billentyűzet, aminek oldalt ugye van egy ilyen... hát hogy mondják, ez kontaktja, most nem tudom másképp mondani, és hát, hello,
Na itt a numlok. Tehát gyakorlatilag le tudod szedni, és menet közben akár be is tudod üzemelni. Tehát nem kell más csinálnod, oldalt itt is van egy ilyen kis gumis pöcök, fogod leszeret, ugye ott is itt van az érzékelője, és nagyon egyszerű mozdulattal, és pont jól szedtem le, fogod, és összeilleszted. Aha, csak most én béna vagyok, és mindjárt eltörök mindent, de attól függően így van. Ennyi az egész. És már is van egy, még mindig nem nagy, de egy nagyobb billentyűzeted, ami egyébként el tud dönteni, hogy ez most szükséged van rá, vagy nem szükséges. Én kipróbáltam egyébként működés közben, tehát működés közben is fogod, és rá tudod installálni ezt a külső numlokot, és egyből el is kezd világítani. Tehát nem bugol, nem csinál semmit, fogja, fölrakom rá, és működik. Úgyhogy ez nagyon-nagyon király, személyes kedvenc egyébként. Én még ilyet megmondom őszintén nem láttam, de barom jó. Szóval ez Isten király. Na térjünk is át akkor a TUF Gamingre, és abból is a K7-esre. Ebből van egy K5-ös is az asztalon, ezt is majd meg fogom mutatni. Hát elvileg a K5-ös a kis tesója, de nagyobb egyébként, mint a K7-es. Szóval ez is a kisebb verzió leginkább, csak így összehasonlításképpen mutatom, hogy azért van egy kis különbség a kettő között. Van, aki a nagyobb billentyűzeteket kedveli, valaki a kisebbeket. Én ugye elmondtam, hogy a kisebbeket szeretem. Erről két dolog. Az egyik az, hogy fém beborítású az eleje, a másik pedig, hogy fehér switches, ami egy kicsit hangosabb, mint a piros switches kollégája. Na most hallgassuk meg, ez a fehér. Remélem, hogy elmegy, és ez a piros. Tehát azért lehet hallani, hogy jóval tompább és jóval halkabb egyébként a piros, viszont vannak olyan emberek, akik meg pont ezt szeretik. Tehát egyébként én is nagyon szeretem a mechanikus billentyűzet hangját, és megmondom őszintén, én eléggé hangos billentyűzetet választanék, viszont én nem tehetem meg. Tehát a streamekben az elég gáz, hogyha nagyon hangos, így is egyébként baromi halk, vagy a hangos még a pirossal is, de nem tudsz vele mit csinálni. Tehát hogyha mechanikus billentyűzetet akarsz, és valamilyen szinten minőségre szeretnél törekedni, akkor ez benne van. Valaki ezt el tudja viselni ennek a hangját, valaki nem. Én nagyon imádom a hangjukat ezeknek. Na itt van egyébként a kistesója a K7-esnek, itt a K5-ös. Hát kistesó azért ez egy jóval nagyobb. Beépített csuklótámasza van. Hát ezt valaki szereti, vagy valaki nem szereti. Én annyira nem szeretem ezeket a beépített csuklótámaszos megoldásokat, hiszen nincsen választási lehetőségem, viszont nagyon sokan meg szeretitek és pihentet, és egyébként tényleg pihentet. Nekem valamiért a csuklóm vagy túl nagy, vagy nem tudom, vagy nem tudom, az én csuklómával lehet probléma. Én annyira nem bírom ezeket a beépített csuklótámaszos billentyűzeteket. Ez gumimembrános egyébként ez a billentyűzet, szóval viszonylag halkabb. Most elég erősen ütöm egyébként. Szóval ez valamennyivel halkabb, mint ugye a mechanikus billentyűzetek. Van fölül egy ilyen multimédia gombszerűség, ugye van rajta hangerő, szabályozó hangerő, csökkentő, meg a színét tudod ennek is állítani itt bal oldalt, jó? Na, erről ennyit egyébként, hogyha valaki itt valamelyik érdekli, akkor meg tudja nézni a videónak a leírásában, minden le van írva. Vásárlás, hol lehet kapni, miért lehet kapni, mennyibe kerül, stb., hogyha esetleg valakinek mozgatja a fantáziáját. Na, elérkeztünk az utolsó billentyűzetünkhöz, akit valószínűleg sokan ismertek, ez az Asus Cerberus nevezetű billentyűzet, ami ez is egy kicsivel nagyobb billentyűzet a társainál, igazából nem hosszúságban, hanem talán hát így szélességben, vagy nem tudom, magasságban, vagy ha így nézzük, akkor magasságban, jó? Multimédiás gombok, oldalt, műanyagborítás, kicsit ilyen, hát nem tudom, ilyen műanyagos és ilyen nagyon lágy gumírozott-szerű, de nem gumírozott, csak az az érzésed van egyébként, a gombok is talán műanyagok, viszont ennek a gombjai a leghalkabbak. Ennek nem is hallom. Tehát most nyomogatom a gombokat, és nem hallom, úgyhogy aki nagyon-nagyon halk billentyűzetre vágyik, annak az Asus Cerberus tudom ajánlani. Tényleg egyébként, tehát az asszony ezt megirigyelni komolyan ezt a hangot. Nem is akarom neki megmutatni, mert akkor csak ilyen kell neki. Na, szóval, mert őt egyébként zavarja, tehát hogy vannak olyan emberek, akiket mondjuk zavarnak a billentyűzet csattogások. Engem például nem zavar, ugye, hogy elmondtam, én még szeretem is, viszont hát valakit zavar. Úgyhogy akit zavar, annak ez mindenképpen jó választás, jó? Na, skacok, nagyjából megvoltunk szerintem a billentyűzetekkel, remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Még egyszer mondom, minden
információt megtaláltok ezekről a bemutatott billentyűzetekről a videónak a leírásában, linkekkel egybekötve, úgyhogy akinek kérdése van, akkor az egyrésztről a komment szekcióban megteheti. Én szerintem elmondtam mindent, amit így most nagyon-nagyon gyorsban tudtam. Remélem, hogy tudtam segíteni nektek ezzel a videóval, és remélem, hogy nem lett giga hosszúságú, és még végignézhető, úgyhogy találkozunk egy legközelebbi videóban. Hogyha tetszett, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornára, hogy hasonló tartalmakat is láss még a közeljövőben, és nem sokára jövök majd egy újabb tech videóval hozzátok, és nyomjatok egy Instagram követést is, jó? @kukacisutv. Na, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, skacok, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!